Szólítom a piros sarokba. Móna Imre Debrecen! A mai este 15. találkozó összességében és az első 81 kg-os harca a képen látható debreceni Móna Imre érkezik először a piros sarokba a szorítóban. Ő az első fordulóban Tallosi Pétert, a súlyú kategória 19 éves bajnokát verte. És itt van az elődöntőben a második fordulóban egyébként. Hölgyeim és uraim, a tegnapi szólítom. Illetve a negyed döntőben a tegnapi nap folyamán Polgár Ádám Csíti Ballai Kevint verte egyhangú pontozással Móna Imre Debrecenből, aki egyébként 2007-ben már kadett Európa bajnok volt. Ellenfele a kék sarokban Polgár Ádám, itt látható Polgár Ádám a tegnapi nap folyamán egyhangú pontozással Kálucz Martin búcsúztatta a további küzdelmektől. Ha elkezdődik a mérkőzés, akkor már kerek 3 órája mennek itt a bunyók. Szorító volt. Mindenki jól szórakozik, jól érzi magát, kiváló küzdelmeket láthatunk. Következik az első. Még a vége nagyjából két azonos magasság öklöző, akárcsak az előbb Cservenka és Hegyi volt, tehát 81 kg. Első elődöntő a piros sarokban Móna Imre Debrecenből, a kék sarokban Polgár Ádám. És akkor mehet a box. És az megy, már robog is, hiszen Polgár agilisan kezd. Kettes-hármas kombinációkat támadja Móna fejét. Szűk csapottal azért megtalált egy szűk horoggal, bal horoggal Móna Polgárt. Szépen dolgoznak. Most már azért az első 10 másodperc után Móna is beszállt a mérkőzésbe, szép bal egyenes volt, most pedig megy egy jobb csapot. Polgár üt ballal a testre, tisztán. Szépen talált fejre ballal. Gyönyörű volt most ez a Móna kombináció. Üzi hajtja Polgárt, akit láthatóan azért valamennyire megfogta az ütés, átment rajta, számolni is kell, de gyönyörű szép balhorog volt Mónától. Menet felevent le, tehát még nagyon sok ideje van Mónának, hogyha esetleg rövidre akarja zárni ezt a történetet, de Polgárnak is, hogy összeszedje magát. Félelmetes jobbosokat teresz meg Móna, és akkor még el se lenítette a bal kezét. A Polgár azért úgy néz ki, most már ezt kihordta. Tisztán talált megint Móna kétszer is fejre. Picit kifordult volna. Gyönyörű volt megint ez a balos. Teljes mértékben látszódott, hogy megrendült megint Polgár. Akkor abba hagyja a bíró számlálás. Még lesz jó 45 másodperce Mónának. Mert tovább a küzdelem. Kérdés vajon, hogy lesz-e idő előtti vég. Megint, és itt vége. Iszonyatos erejű jobbosai vannak Mónának. De balosai sem csúnyák, hogy szokták volt mondani. 2 perc, nagyjából 20 másodpercet követően véget ér a 81 kg-os küzdelem. Az első elődöntő Móna Imre. Ott lesz a döntőben holnap, a magyar ökölvívás napján. De várjuk meg a tisztelt hölgyeim és uraim! Első menedzser döntő fölénnyel győz, így holnap a 81 kg-os döntő résztvevője a piros sarokban Móna Imre Debrecen! Móna Imre Debrecenből, tehát ott lesz a 2007-es kadett Európa bajnok a holnapi döntőben. Miután döntő fölénnyel győzedelmet aratott 2 perc 20 másodperc küzdelmet követően Polgár Ádám fölött.